Különleges veteránjárművek találkoztak városunkban a hétvégén. A második hévízi veteránautó és motor találkozón közel 200 nem mindennapi, az 1920-as évek elejétől egészen az 1980-as évek közepéig készült veteránjárműben gyönyörködhettek a helyszínre érkezők. Nagyon sok az amerikai autó, igazából abból kifolyólag, hogy egy 1950-es évek stílusában egy rockabilly stílusú esküvőt szerveztünk, ezért ugye csatlakoztak az amerikai autósok, illetve a keleti blokkból is Trabantok, Warburgok, Zsigulik, illetve rengeteg Porsche, Mercedes, tehát nagyon széles a kínálat, igazából föl se lehet sorolni a látványosságokat. Motorokból is a 30-as évek elejéről származó háborús motorok, német katonai motorok, Pannoniák, tehát ott is rengeteg a kínálat, abból is közel 50 motor érkezett a rendezvényre. Honnan érkeztek az autótulajdonosok nagy részt? Gyakorlatilag az egész Dunántúlról képviseltették magukat. A legmesszebbről jövő magyar autósunk az Békés Csaba, és van egy német párunk, aki direkt ezért erre a hétvégére rendezte a szabadságát, és ő is itt van kiállítva a rendezvényen. Kicsit magáról, arról, hogy mi is az a veterán autó, tehát mi számít veterán autónak? Igazából veterán autónak az 50 év fölötti járművek számítanak, de ugye a 80-as évek elejéig youngtimerek, oldtimerek és veterán kategóriába sorolják az autókat, tehát nagyon széles a paletta. A veterán autósok jótékonykodtak is, a program rendezői adománygyűjtést is szerveztek az Alaszengróti Koncz Dezső általános iskola tanulói részére. Igazából az adománygyűjtés a vártnál felül sikeredett, mert ezen a héten már egy teherautóra való adományt szállítottam ki az intézménybe, illetve úgy tudom, hogy már a mostani buszunk is megtellett. Tehát igazából komolyan vették az adománygyűjtést az emberek. Az idei találkozó egyik fő szenzációja egy nyilvános veterán esküvő volt rockabilly stílusban. Szeretjük a rockabillyt, szeretjük a régi autókat, és tavaly is itt voltunk a hévízi veterán találkozón. Egyik is ismerősünk, nagyon jó barátunk szervezte, idén is szervezte, és mivel adott volt a hely, illetve minden, amit szeretünk ezzel kapcsolatban, így úgy döntöttünk, hogy akkor itt tartjuk meg az esküvőnket. Mit gondolsz, milyen plusz tud nyújtani egy ilyen esküvő? Mitől más ez, mint a többi? Nem szokványos. Tehát nem azokra az alapsablonokra épül, mint általában egy esküvő, egy hosszú fehér ruha. Ez egy teljesen más stílus, másképp vagyunk felöltözve, más az életérzés eleve, illetve én úgy gondolom, hogy ezekhez az autókhoz ez a stílus jobban illik, mint egy nagy fehér ruszájos esküvő. Ugye a rockabilly stílus ugye az a 50-es években élte világkorát, nagyon visszajött most ismételten ezeken a veterán találkozókon, és ugye eleve maga a nőknél ugye a smink az, ami adott, a férfiaknál ugye a farmer, ez a laza stílus, tornacipős, a nőknél ugye minél szexisebb, minél kirívóbb, de pöttyös, vagy bármi egyéb, ami ilyen ehhez a stílushoz passzoló ruhák. Az esküvő után természetesen ismét a veterán járműveké volt a főszerep. Varga László egy 1979-es gyártású Lada második tulajdonosa Zalaegerszegről érkezett. Az autón látható extrák mind saját tervezésűek, mint például az autó elején található forgódíszek is. Kis 12 voltos villanymotorok hajtják, az akkumulátorról működik, de olyan minimális fogyasztással, hogy akár ha 3 napig megy egy folytába, se történik semmi, szóval észre se veszi az akkumulátor, és hát tulajdonképpen külön-külön tud forogni, szabályozható a fordulata, és a többi, szóval minden ilyen hasonló nyalánkság megvan hozzá.
mennyire használja a mindennapokban ezt az autót? Hát most már nem igazán. Ezelőtt 3-4 évvel még mindennapos használatban volt, de hát aztán úgy gondoltam, ha már így megmaradt az utókornak, akkor már tényleg akkor maradjon is meg, ameddig lehet. Szóval nem akarom úgymond lepusztítani. A lehetőségekhez mértem vigyázok rá, hát ilyen találkozókra eljárok vele, de ezt is talán inkább csak olyan 80, maximum 100 kilométeres körzetbe. Az igazán elhivatott oldtimer tulajdonosok közül többen több autóval érkeztek a rendezvényre. Mi Szombathelyről érkeztünk 3 autóval. Igaz, hogy 2 látszik csak így első ránézésre, de itt lejjebb meglátjuk a harmadikat is, a gyerekek nagy kedvencét. Hát a kezdeném a legrégebbivel, az 1937-es Fiat Balillával. Ez 2011 óta van a tulajdonunkban, egy felújításon esett át, és azóta használjuk, találkozókon, túrákon veszünk részt vele. Hát a másik nagyobbik autó az egy Volvo Amazon, ő egy 1964-es autó, egy igazi svéd acél, a harmadik meg egy kis Moszkvics, egy kis pedálos Moszkvics, ami nagyon nagy sikert adatott a gyermekek körébe a mai napon. Miért fontos részt venni ezeken a találkozókon, mit gondol? Hát a legnagyobb, a legelső, amit kiemelnék, az az, hogy eljönni vele idáig. Tehát ez a feeling, ami ugye Szombathely, Hévíz nem egy nagy távolság, ezekkel az autókkal azért nagy. Meg hát azért jó találkozni több ilyen úgymond őrült emberkével, akik ugyanezt a hobbit űzik. A nagy sikerű rendezvény látogatója retro érzés megélése és a nosztalgiázás mellett szavazhattak is a nekik legjobban tetsző, legkülönlegesebb járműcsodákra is. A járgányok és tulajdonosaik több kategóriában versenyeztek a nézők tetszéséért, a legjobbak pedig díjazásban részesültek. A napzárásaként a Red Roses zenekar koncertje stílszerűen az 50-es, 60-as évek hangulatát idézte fel.